Ebben a szervízben már két hete elkezdődött a nyári gumiszezon, és az áprilisi jégeső sem állította meg az autósok rohamát, akik leghamarabb másfél héttel előre tudnak időpontot egyeztetni az itteni kollégákkal. Bár egyre többen váltanak négy évszakos gumira, a szakember szerint ez csak azok számára jó megoldás, akik évente 8-10 ezer kilométernél kevesebbet autóznak, és sem a nagy mínuszokban, sem a kánikulában nem ülnek volán mögé. Ráadásul egy nyári gumicsere ma már alig fél óráig tart. Beáll az emelési pontra, felemeljük az autót, leszedjük a kerekeket, megnézzük, hogy betárolt abroncsa van, vagy kereke van. Ha kereke van, akkor kihozzuk, felfújjuk, alárakjuk. Ha gumiabroncsa van, akkor felrakjuk a sorra, és egy nyomatja lefele ugyebár a kerekeket, másik szerel, harmadik centíroz, és centírozás után megy fel az autó alá, nyomatékolás, és mehet ki az autó. Magyarországon a törvényi szabályozás értelmében 1,6 mm kopásig használhatók a gumiabroncsok, de a gyártók inkább azt tanácsolják, hogy 4 mm-es kopás után már érdemes új gumira váltani. Ezen a gumiabroncson a mintázati mélység állapotát abból is megtudhatjuk, hogy a számok leolvashatók vagy sem. Amelyik szám már lekopott, jelen esetben a 8-as, azt jelenti, hogy már csak 6 mm vastagságú a mintázat. Azt kell tudni, hogy egy abroncs a gyártástól számítva 3 évig friss gyártásnak minősül, és 5 évig új abroncsként tekintünk rá, és onnantól számítva még 5 évig felhasználható. Tehát gyakorlatilag mondjuk, ha annál maradunk, hogy 3 éves gumiabroncsot megveszünk, ami a gyártási időpontja 3 évvel ezelőtti, azt onnan még kényelmesen használhatjuk egy 4-5 évig, és az teljesen tudja minden paraméterét az abroncs, amit a gyár előírt. A szakember semmilyen körülmények között nem javasolja a használt gumiabroncsok vásárlását, mivel azok esetében nem tudhatjuk, milyen szerkezeti sérüléseken estek át, és ez a jövőben akár balesethez is vezethet.